A következő témánk az E határozó szói végződés. Ezzel képezzük az E végződésű határozó szókat. Tehát ez is egy nyelvtani végződés. Eddig két nyelvtani végződést tanultunk, a főnévi O végződést és a melléknévi A végződést. Az E pedig a határozó szói végződés. A határozó szó a mondatban rag vagy elöljáró nélkül betöltheti valamely határozó szerepét. Az E végződésű határozó szók a mondatban főleg három határozó szerepét szokták betölteni. Lehetnek helyhatározók, időhatározók, és leggyakrabban módhatározók. Vizsgáljuk meg a határozó szó használatát a gyakorlatban. Helymo azt jelenti, hogy otthon, mivel főnév természetesen a mi kérdésre válaszol. Ha azonban azt szeretném mondani, hogy Péter otthon van, ebben a mondatban az otthon szó nyilvánvalóan nem a mi kérdésre, hanem a hol kérdésre válaszol. Az eszperantó nyelvben o végződésű szó önmagában nem válaszolhat a hol kérdésre, csak a mi kérdésre. Ilyenkor használunk határozó szói végződést, tehát helyme azt jelenti, hogy otthon, a hol kérdésre. Helymo otthon a mi kérdésre. A gyakorlatban az okozza a problémát, hogy a magyar nyelvben mind a két esetben az otthon szót használjuk, vagyis azonos alakú szavakat használunk ennek a két dolognak a kifejezésére. Sokkal könnyebb a dolgunk, ha a végződések magyarul is különböznek. Exterlando, külföld, a mi kérdésre. Exterlande, külföldön, a hol kérdésre. Jóval gyakoribb, hogy az E végződésű határozó szó a mikor kérdésre válaszol. Mateno, reggel, a mi kérdésre. Matene, reggel, a mikor kérdésre. Vespero, este, a mi kérdésre. Vespere, este, a mikor kérdésre. Nocto, éjszaka, a mi kérdésre. Nocte, éjszaka, a mikor kérdésre. Ezeket a szópárokat alaposan be kell gyakorolni, hiszen a magyar nyelvben megegyezik a mi és a mikor kérdésre adott válasz. Jóval könnyebb dolgunk van a hét napjaival. Lundo, hétfő, lunde, hétfőn. Mardo, kedd, marde, kedden. Mercredo, szerda, mercrede, szerdán. Jaudo, csütörtök, jaude, csütörtökön. Vendredo, péntek, vendrede, pénteken. Sabato, szombat, sabate, szombaton. Az utolsó azonban itt is gondot okozhat, hiszen a magyar nyelvben ismét megegyezik a mi
és a mikor kérdésre adott válasz. Dimáncsó vasárnap, a mi kérdésre, dimáncse vasárnap, a mikor kérdésre. Előfordul, hogy melléknévből képzünk a hol kérdésre válaszoló határozó szót. Alta, magas, a milyen kérdésre. Alte, magasan, a hol kérdésre. Proxima, közeli, a milyen kérdésre. Proxime, közel, a hol kérdésre. Supra, felső, a milyen kérdésre. Supre, fent, a hol kérdésre. Interna, belső, a milyen kérdésre. Interne, belül, a hol kérdésre. Melléknévből leggyakrabban a hogyan kérdésre válaszoló határozószókat képezhetünk. Bóna jó, a milyen kérdésre. Bóne jól, a hogyan kérdésre. Béla szép, béle szépen. Rapida gyors, rapide gyorsan. Dolce édes, dolce édesen. Facile könnyű, facile könnyen. Courage bátor, courage bátran.